Szegedi Városi Rockklub története az 1970-es években kezdődött. A 70-es évek közepétől Marik István, korábbi klubvezető, számtalan jazz és rock zenekarnak biztosított próba és fellépési lehetőséget. Szeged egyik leghíresebb zenekara, az East együttes is itt koncertezett először. Ismertem ezt a klubot, és akkor néha, ha úgy alakult, akkor lementem, és hát egy nagyon szimpatikus volt. Talán a Marik Pista is, már ismertük talán egymást, és egyáltalán szimpatikus volt, és szerintem mi úgy kerültünk oda, hogy én megkerestem a Marik Pistát, hogy mit szólna hozzá, hogyha náluk mutatkoznánk be, és akkor ebből az lett, hogy hozzáteszem, hogy nem volt valami nagyon hosszú életű, de az egy ilyen East Jazz Club lett, nem tudom, 5 vagy 6 alkalmat ért így meg, hogy mi játszottunk, mert aztán ugye jött a nyári szünet, mert november 15-e volt 1975-ben, és akkor utána talán tavaszig tartott ez a nagyjából 2 hetente koncert, és aztán meg mi eljöttünk Pestre. Úgyhogy nekem vannak emlékeim arról, hogy az a korábban is az egy jó menőhely volt. A hangulat az fantasztikus. Tehát az érződik benne, hogy ott a közönség nagyon egy volt azzal a zenével, és hát nyilván, hogyha ott ültek azon a koncerten zenészek, vagy olyanok, akiknek valamilyen szándéka volt valamilyen irányba elmenni a saját zenéjükkel, akkor ezek sokat jelenthettek. A rendszeres rockzenei koncertek 1980-tól indultak el, innentől működött a rockklub a Kiszöv klub berkein belül. Az akkori klub élet az azért eléggé szegényes volt, tekintve azt, hogy meglehetősen kevés anyagi támogatást kaptunk. Ez meg egy olyan jellegű tevékenységnek tűnt, amit szorgalommal, hobbiként is lehetett tűzni, és nem igényelt igazából nagy befektetést. Meg hát azért a srácok is fiatalok voltak, jók voltak, és én annak örültem igazából, hogy van egy olyan hely, ahol helyt tudunk adni ezeknek a kezdeményezéseknek. Megpróbáltam sok dologgal támogatni őket. Itt főleg azt értem, hogy ugye egyrészt a helyszínt biztosítani, ehhez ugye meg kellett győzni a felső vezetést hozzá. Megpróbáltam hozzá pénzeket keríteni, részben saját erőforrásokból, részben külső támogatókat kerestünk hozzá. Elég jó szintű zenéket tudtak játszani, főleg az volt itt igazából a nyerő, hogy próba lehetőséget is biztosítottunk. Tehát a délelőttök általában ezeknek a zenekaroknak a rendelkezésükre álltak, és ez azért jelentős fejlődést eredményezett a munkájukban. A föllépő együttesek javarésze nálunk válogatódott ki, ugye egy év munkája megtermelte azt, hogy akkor mégis kik legyenek azok, akik úgy érdemesek is ezekre a fellépésekre, szóval azt hiszem ez azért jelentős szerepet játszott, mondom, működött. 1988. április 1-én, március 31-én a Kiszöv klubból kiraktak minket. Átjöttünk, megnéztük ezt a klubot, ami akkor egy ilyen nagy szemét telep volt, és ide volt behányva a háznak a használatos levetett dolga, akár hátul a légóba, akár itt elől, és április 1-én pakoltunk át, egy egész napos pakolás következett, 1-én már itt voltunk. Akkoriban jóval kevesebb zenekar volt Szegeden, a Kiszöv klubba havi egy műsort tudtunk csinálni. Ahogy átköltöztünk ide, nem tudom minek egy csapásra, havonta 4 műsort tudtunk összehozni. Igaz, hogy ezeket a programokat úgy kellett szervezni, szembe a mai állapottal, hogy már május végig le van szervezve előre a program, mert annyi zenekar jelentkezik a klubba. Azt kell, hogy mondjam, hogy akkor körülbelül egy olyan 4-5 zenekar kezdte a rendszeres munkát a klubba. Tehát egy olyan 20-25 fő. A klub nagyon nehezen indult be. Az első évben minden szombati műsoron körülbelül 60-80 ember vett részt, és ennek mi nagyon örültünk, mert tudtuk azt, hogy egy új helyen, egy egész új struktúrát, akár zenébe, akár technikába létre kell hoznunk. Ez annyiban jelentkezett, hogy föl kellett újítani a hangtechnikát. Itt új ládákat szereltünk, új hangszorókat hoztunk le, építettük bele az általunk gyártott dobozokba, új kábelezés, akkor keverőpult gyártás, stb. Ami nélkül nyilvánvalóan rockkoncert nem jöhet létre, ez az egyik. A másik pedig, hogy
próbáltunk jobban belekapcsolódni Szeged kulturális életébe. A Juhász Gyula művelődési házban lévő rockklubban a 90-es évek elején három próbatermet is kialakítottak, ahol már több mint 20 zenekar próbált. Közülük több országosan is ismert lett, mint például a Nyers, a Sharon, vagy épp a Gőzerő zenekar. A Jújgyúra egyértelműen úgy emlékszem, mint egy közösségi tér, ahol van a büfé is, ahol van zsíros kenyér, vagy éppen pia, vagy éppen ugye hát akkor még lehetetlen mindenhol cigizni, cigiztünk is mindenhol. Meg voltak a próbatermek, volt a raktár, és volt a koncertterem is maga. Tehát én nem hiszem, hogy csak próbálni jártam volna, de nagy valószínűséggel nem is volt olyan nap hosszú ideig, hogy én oda nem menjek le valamiért. Ha másért nem, azért nem, hogy megnézem, ki van lenne a büfébe, vagy ki van lenne a szurdék próbatermébe, vagy megnézem, mi lesz az a heti műsor, és akkor azért próbáltunk ám rendesen, tehát ilyen heti 2-3-at is. Nem is volt kérdés, hogy az egy találkahely. Nem volt mobiltelefon, ha találkozni akartunk a többiekkel, ami nem csak a zenekar volt, hanem az a társaság, aki odajár rockklubba, akkor oda jártunk le, és ennyi. Nekem nagyon sokáig csak az volt a színpad. Szerintem mi nagyjából 1993-ig nem is mozdultunk ki Szegedről. Vagy ha úgy tetszik a rockklubból. Tehát még talán a Jatérban sem nagyon, vagy ott is, ha talán évente, két évente egyszer. A rockklubba lépett föl rendszeresen a Nyers, és 200-300 ember néha még annál is több lejött a Nyers koncertekre, és nagyon népszerűek voltunk. Nekünk pedig olyan extázist okozott. Nekem személy szerint az egész életet, mindent, egy olyan lelki szabadság volt ott élni, hát gyakorlatilag nem csak próbálni jártunk oda nyilván, hanem hát ha éppen nem próbáltunk, akkor is a délutánjainkat, esténket nagy részt ott töltöttük. Ugye az a közösség egy fantasztikus volt, eleve ugye Szurdi Zsoltinak köszönhetően, mert hát ő mondhatjuk azt, hogy nem csak a barátunk, hanem az apánk is volt. És hát nagyon sokszor előfordult a nyári időszakban például, hogy délelőtt lementünk próbálni, délben mentünk ebédelni, vagy lementünk a laposra, aztán délután visszamentünk, aztán estig próbáltunk. Vagy ha nem is estik, akkor utána kiültünk a büfébe beszélgetni, fantasztikus volt. Szerintem az a leglényegesebb része az, hogy gyakorlatilag annyira otthonos volt az egész, hogy tényleg tehát egymás koncertjeit is ugyanúgy megnéztük, ugyanúgy néha bementünk a próbatermekbe egy kicsit, mert belehallgatni mások játékaiba. Szóval teljesen egy olyan jó kis baráti közösség volt, és nem volt széthúzás, hanem egy igazi nagy összetartó közösség volt. A klubok vezetése az nem így működik már egyáltalán. Tehát itt arról szól a dolog, hogy meghívnak egy zenekart, hozzon be annyi embert, hogy megérje. Másról nem szól. Tehát a klubokban nincs meg már ez a hangulat, mint ami ott meg volt régebben. Azon spekulálok, hogy létezhet-e még ebben a korban egyébként egy olyan közösségi tér, ami akkor biztos sok létezett ilyen különböző helyeken az országban, vidéken is, meg a fővárosban is, de hogy vajon létezhet-e ilyen megint. És nem vagyok benne biztos, hogy igen. Mert az, hogy fölnéztünk egymásra, vagy tanultunk egymástól, ez nem csak annak köszönhető, hogy mi észrevettük azt, hogy mi egyik tulajdonképpen szerettük, meg tiszteltük egymást, hanem az, hogy egyáltalán észrevettük azt, hogy mit tud a másik, hogy mit csinál a másik, meg érdekelt bennünket, hogy mit csinál a másik. Volt a folk rockos vonal, volt a kemény rockos, tehát a hard rockos irányzat, volt a dallamos rock, tehát ennek is voltak képviselői. Azért a közönség bizonyos mértékben megosztott volt, de mégis azért én is lementem a punk koncertre. Minden kicsibe itt meg volt, ugyanúgy, mint a nagy társadalomban. Integráló szerepe volt a rockklubnak. A zene összetartott és összekötött bennünket. A rockklub több zenei fesztivált is szervezett önállóan a 90-es években. Az 1989-ben megszűnt szegedi ifjúsági napokat is továbbvitték, saját erőből nyaranta egy egyszínpados, kisköltségvetésű fesztivált tartottak egészen 2003-ig, amikor is újra Szeged városa vette át az ifjúsági napokat. 2006-ban újra költözni kellett, mert megszűnt a művelődési ház, melynek pincéjében működött a klub. 2011 óta már a jelenlegi Szeged városának tulajdonában lévő helyiségekben szól a rock. Mi, mint Szeged városi rockklub igyekszünk őrizni azokat a hagyományokat, ami a 80-as, 90-es évek klub mozgalmára érvényes, hiszen az valahogy elmaradt ebből a millióból, ebből a világból.
Itt nem olyan, mintha végigmennék New York utcáin, és az emberek teljesen társtalanul működnek 10 millió ember közül, hanem gyakorlatilag a legfontosabb itt az érintés, a beszélgetés, a találkozás. Természetesen van zene, meg van különböző művészeti ág, de a legfontosabb az, hogy az emberek tényleg tudjanak kommunikálni egymással, ne pedig egymás mellett menjenek el. Ezért volt nekem annyira fontos, hogy ezt a klubot újból létrehozzuk. A rockklubban zenei oktatás is folyt, a kezdő hangszereseket, énekeseket, zenetanárok, illetve a tapasztaltabb zenészek tanították. Ha a pedagógiai helyét nézzük, akkor volt például rocksuli, nem tudom, emlékszel erre, például szaxofon tanítottam, fuvolát, Zsolt Hegedűt, Brácsát, például Nagy Gabi Brácsás is nála tanult, az ismertebbek közül, de sok dob, gitár oktatás volt, tehát több éven keresztül, ugyanis Szegeden akkor még nem volt könnyű zenei iskola, ma már van, hát most nem tudom, neveket mondhatok-e, de nem mondok akkor, de mindenki tudja, hogy lehet tanulni könnyű zenét középiskolai szinten, és ezek a gyerekek ma is lejárnak ide, sőt fellépnek a rockklubban, és azt kell mondanom, hogy egymást is tiszteljük. Tehát most bennem nem a vén hülyét látják, hanem lejönnek mondjuk a jazz duomba, amikor játszom, akkor lejönnek a rocksuliból ide, és nem azt mondom, hogy példakép vagyok, de meghallgatják, és kíváncsiak arra, hogy na az öreg az hogy csinálja, hogy játszik, milyen skálákat hoz, hogyan improvizál például. Tehát lehet tanulni az öregektől is, ezt kell, hogy mondjam, fiatal koromban is ezt mondtam, de megvan ez a generációs áttét. Szurdi Zsolt alapító 2017-es haláláig 37 éven át vezette a klubot. Több száz fiatalnak nyújtott zenei és lelki támogatást. A rockklubot jelenleg a Szegedi Ifjúsági Egyesület működteti. Azt gondolom, hogy az egyik legfontosabb különlegesség az alulról szerveződés volt az évtizedek során. Fiatalok jöttek, mentek, de mindig ők tettek hozzá valami egészet. És itt nyilván értem a zenekarokra is ezt, hiszen a zenekar, illetve a klub a zenekaraitól válik klubbá. Én azt gondolom, hogy ma ez nagyon hasonlóan működik, csak talán nagyobb a úgymond konkurencia haza, és nem azért, mert több hely van, hanem van egy virtuális világnevezetű dolog, ami ugye azért fordítja el a fiatalok tekintetét erről a helyről. Hogyha ide jön egy fiatal, és mondjuk köze van valamilyen módon a kultúrához, a művelődéshez, ad abszurdum módon szeretne muzsikálni, akkor itt az első lépéstől elkezdve, ami már valójában az oktatástól, egészen a kis pódiumig, a kis színpadig neki biztosított lehetősége van rá. Most itt vagyunk a 21. században. Mennyire szalonképes még ez az egész? Kell ez még a mai fiataloknak, a mai világban? És valahol oda lyukadtam ki ebben a gondolatsorban, hogy talán semmivel sem kevésbé van erre ma szükség, mint mondjuk 20 évvel ezelőtt, vagy 3 évtizeddel ezelőtt. Tekintve, hogy ez olyan, mint egy jó veterán autó, amiben be tudunk ülni, ki tudjuk próbálni, milyen a feeling, és akkor a 80-as, 90-es éveket megőrizve, persze egy viszonylagosan jó minőséget mellétéve, megmutatjuk a mai fiataloknak azt, hogy ilyen élet volt a 80-as, 90-es évek underground világa, de hát a mi korosztályunknak meg ez egy olyan lehetőség, egy olyan nagyszerű lehetőség, ahol visszarepülhet egy kicsit az időben. Ide hozhatja a gyermekét, vagy akár az unokáját, most már ugye ezt is mondhatom, hogy na, nézd meg a nagyfater, egy ilyen helyen koptatta a flasztert.